A Bartók Béláról elnevezett nyelvi szeminárium 1967-ben Budapesten indult útjára, majd a Nyugat-Magyarországi megyeszékhelyen bővült Rangos Fesztivállá. Ma már olyan nemzetközi hírű rendezvénysorozat, amelyen a mesterkurzusok és a koncertek mellett zenetudományi előadásokat, konferenciákat is szerveznek. A fesztivál tematikája változatlanul egyedülálló a világon. A nagy magyar zeneszerző Bartók Béla életművét állítja a középpontba, és ezt az új zene bemutatásával és népszerűsítésével kapcsolja össze. A szemináriumon az első években még Bartók Béla tanítványai oktattak, azóta a világ élvonalába tartozó művészek harmadik generációja vezeti a mesterkurzusokat és ad koncertet a fesztiválon. Olyan is akad köztük, aki még növendékként ismerkedett meg a Bartók szemináriummal, ma pedig már Rangos Európai Zenei Intézmény professzoraként ér vissza évről évre Szombathelyre. A rendszeres visszatérők között többször vállalt meghatározó szerepet a rendezvényen a zeneszerző és karmester Ötvös Péter, akit a világ egyik legkeresettebb opera szerzőjeként tartanak számon. Legutóbb a karmester kurzus növendékeit oktatta, akik szerinte egyedülálló lehetőséget kapnak azzal, hogy két héten át a fesztivál és szeminárium állandó partnerével, Szombathely komoly zenei együttesével, a Szavária Szimfonikus Zenekarral dolgozhatnak. Ez egy más struktúrájú kurzus, mint a világ többi részén. Az nagyon fontos, hogy itt van egy állandó zenekarunk, és ez a zenekar egy nagyszerű minőségű zenekar, amelyik az évtizedek során megtanulta, illetve hozzászokott ahhoz a modern repertoárhoz, amit a fiatal karmestereken tanulunk. Így a kurzus folyamán meg tudjuk tanulni nem csak a karmesterek részéről, hanem a zenekar részéről is, hogy kell ezeket a műveket játszani. Más sorban pedig az, hogy a többi kiegészítő kurzusok, illetve a mellette lévő hangszeres kurzusokkal való kapcsolat is nagyon jó. Így a koncerteken kombinálni tudunk dolgokat karmesterekkel, zeneszerzőkkel, és ez az általános atmoszféra, ami ezt a fesztivált a koncertekkel együtt, tehát a munka lehetőségek és az esti koncerteknek a közössége az egy egyedülálló, nagyon-nagyon jó kóstolkodó. A szemináriumon minden évben többféle hangszeres kurzust szerveznek a növendékeknek. Zeneszerzési és karmesteri tanulmányokra szinte minden évben volt lehetőség. Emellett hagyománya van a zongora, a hegedű, a brácsa és a fuvola oktatásának. De trombita és klarinét művészektől is tanulhattak már a hallgatók Szombathelyen. A mesterkurzusokon, a közös órák mellett egyéni foglalkozásokon csiszolhatják tudásukat a fiatalok. A szervező Filharmónia Magyarország Kft. Minden évben igyekszik sajátos arculatot adni a fesztiválnak. Megidézték már a távol-kelet kultúráját, nyitottak a társművészetek, a tánc és a képzőművészet felé, rendeztek kiállításokat és egyéb kiegészítő szórakoztató programokat, kirándulásokat. Sok színűség jellemzi a zenei programokat is. A szimfonikus zenekari estek mellett a kínálatban népzenei, jazz és templomi koncertek, valamint kamaraestek szerepelnek, amelyeken a fiatalok is bemutatkozhatnak. A nagyszabású nyitó és záró koncerteken rendszerint kortárs művek ősbemutatójának is tapsolhat a közönség. Szombathely pályakezdő zenésze, zenei tanulmányokat végzők és világnagyságok találkozó helye, amely nyaranta valódi műhelymunkát és egyedülálló légkört kínál a modern zene művelői és rajongói számára.